Törményországban az ügyvezető miniszterelnök pártja elsöprő fölénnyel győzött a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon. Nicole Pashinyan kormányfő Én lépésem elnevezésű pártszövetsége szerezte meg a szavazatok 70,43%-át. A 43 éves politikus idén májusban került hatalomra, több hetes a korrupció ellen indított kormányellenes megmozdulások eredményeképpen. Pashinyan azonban októberben lemondott tisztségéről azzal a szándékkal, hogy előrehozott választásokat tartsanak. A jereváni törvényhozásba két másik párt is bekerült, de a korábban kormányzó Örményország köztársasági pártja nem érte el az 5%-os parlamenti küszöböt.